a Magyarországi Református Egyház Hiszed vagy Sem című műsorát látjátok. Ma is három kérdés megválaszolásával készültünk. Kezdjük is el! Ha Jézus maga a szeretet, miért hajtott ki ostorral árusokat a templomból? Miért nem tűrte el? Nem olvassuk az evangéliumban azt, hogy Jézus rájuk ütött volna a korbáccsal, hiszen elég volt felemelnie, és az ő tekintélye elég volt az árusoknak. Amit olvasunk, hogy felborogatja az árusok asztalait. Miért teszi? Jézusnak ami motiválja, az az atya háza iránti féltő szeretet. Ez emészti őt. Jézus tehát pontosan a szeretet motiválja, amikor rendet tesz a templomban. Mert Jézus igazából ezzel a tettel nem rendetlenséget csinál, hanem a rendetlenséget űzi ki a templomból, ahogy hívjuk is a történetet, a templom megtisztításának a története. Így van ez velünk is, hogy Jézus Krisztus úgy szeret minket, hogy rendet tesz az életünkben. Ahogy Timothy Keller mondta, az evangélium arra hív, hogy jöjj, ahogy vagy, nem arra, hogy maradj úgy, ahogy vagy. Jézus Krisztus így akarja megtisztítani a mi életünket is. Bármilyen életet él is valaki, akarata ellenére is üdvözíti Isten. Ez a rövid kérdés eredetileg egy hosszú kérdés volt a predestinációval kapcsolatban, és erre fogok most válaszolni. Isten a kegyelméből üdvözít és választ ki, nem pedig a tetteink, cselekedeteink miatt. Miután az ember átéli és átérzi ennek a Jézus Krisztusi kegyelemnek a nagyságát, utána, ahogy a Heidelbergi K.T. református hitvallásunk fogalmaz, lehetetlen, hogy azok, akik a hit által Krisztusba vannak oltva, ne teremjék a hálaadás gyümölcsét. Az embert Isten a romlott élete ellenére üdvözíti, ez a kegyelem. Akit Isten már kiválasztott, annak úgy intézi az életét, hogy találkozzon vele, és hogy a találkozás az újjászületés után megváltozzon az élete. Ez a hitben a hála gyümölcsét termi, hiszen az ember végtelenül hálás lesz Istennek. Onnantól nem fog bármilyen életet élni, ahogy a kérdező fogalmaz, hanem minden igyekezetében szeretne Krisztusnak kedvesen élni. Az újjászületés előtti élet teljesen lényegtelenné válik a kegyelemben. A kérdésre válaszol az előbb idézett hitvallás a Heidelbergi K.T. a 60. kérdés feleletében is. Mi módon vagy igaz Isten előtt? Egyedül a Jézus Krisztusban való igaz hit által. Bár lelkiismeretem vádol, hogy Isten parancsolatai ellen súlyosan vétkeztem, azokból soha egyet nem tartottam meg, és még mindig hajlamos vagyok minden rosszra, Isten az ő ingyen kegyelméből, minden érdemem nélkül nekem ajándékozza és tulajdonítja Krisztus tökéletes elégtételét, igazságosságát és szentségét. Ezért én úgy állhatok Isten elé, mintha soha semmi bűnt nem követtem volna el, és semmi bűnöm nem lett volna, és mintha én tanúsítottam volna azt az engedelmességet is, amelyet Krisztus értem tanúsított, de csak akkor, ha Krisztus jó téteményeit hívő szívvel elfogadom. Lehet valaki lelkész, ha nem tud énekelni, vagy nem ért a zenéhez? Isten nem az alkalmasokat, hanem az alkalmatlanokat hívja el a szolgálatra, ezt látjuk az Ószövetségben is a prófétai elhívásoknál. Éppen ezért én sem kezdek el most énekelni, mindenkinek jobb lesz így. Már jó úton jár az viszont, aki ha nem is tudja elénekelni, de szereti az énekeinket, a zenénket, azt a kincstárat, amit Istentől kaptunk és eleinktől. Köszönöm figyelmeteket, továbbra is várjuk kérdéseiteket a hiszed vagy sem kukac.református.hu címre. Jövő héten újabb epizóddal jelentkezünk. A mai műsort pedig újra megnézhetitek a Magyarországi Református Egyház Facebook és Instagram oldalán, valamint YouTube-on. Áldás békesség!